Ebben a rövid videóban azt fogom megmutatni neked, hogy hogyan hozzál létre új oldalt, hogyan adjál hozzá új oldalt a honlapodhoz, illetve hogyan tudsz törölni olyan oldalakat, amire már nincsen szükséged. Először is hagyd tegyek különbséget az oldal és a menüpont között, a kettő nem egy és ugyanaz, tehát létezhet olyan oldal, amihez nem tartozik menüpont, tehát úgy lehet elérni, hogy valahonnan hivatkozunk rá. Tehát új oldalt létrehozni úgy kell, hogy az új tartalomkészítés, új oldalkészítés menüponton belül az új általános oldalt választjuk. Rákattintunk, megadunk egy címet, legyen ez egy próba oldal. Legyen hozzá valamilyen szöveg. Majd döntsük el, hogy akarunk-e menüpontot, vagy nem akarunk menüpontot ehhez az oldalhoz. Kérünk hozzá a menüpontot, felajánlja az oldalnak a címét, hogy azt legyen a menüpontnak a neve is, ez nem kell, hogy azonos legyen, legyen csak ennyi, hogy próba. És hogy hol jelenjen meg, melyik menüben, ugye több menünk van, erről majd később kitérek, legyen a főmenüben. A többi beállítással egyelőre nem foglalkozom, majd a későbbi videókban részletesen kitérek rájuk. Elmentem az oldalt, és már is láthatom, hogy létrejött a próba oldalunk, ezt jelzi is itt ez a kis zöld pipa, próba oldal nevű oldal létrejött, és ugye itt van benne a szövegünk, illetve itt alatta be van kapcsolva a hozzászólás, mert az alapértelmezetten, amikor új oldal létrejön, akkor be van kapcsolva egy hozzászólás modul, ezt kikapcsolhatjuk nagyon gyorsan. Rákattintok a szerkesztés és beállításra. Hozzászólás. És azt mondom, hogy lezárt. Tehát nem lehet hozzászólni az oldalhoz. És láthatjuk az oldalt a maga egyszerűségében, ahogyan az előbb elkészítettük. Így kell létrehozni egy új oldalt. Törölni pedig, úgy tudjuk ezt az oldalt, hogy itt a szerkesztés plusz beállításokra kattintunk. Legörgetünk az aljára, és azt mondjuk, hogy törlés. Majd megerősítjük a műveletet, és az oldal már is törlődött, és maga a menüpont is törlődött. És ugye a fő oldalra dob minket ilyenkor. Tehát töröltünk, eltüntettünk egy új oldalt. Nyilvánvaló az új oldalt, amit létrehoztunk, azt ugyanúgy tudjuk a látvány szerkesztéssel szerkeszteni, mint ahogy ezt a fő oldalt is szerkesztjük. Illetve ugyanúgy tudunk hozzá blokkokat tenni, illetve mellé blokkokat tenni, és fel tudjuk tölteni a saját tartalmunkkal. Köszönöm az eddigi figyelmedet, most menj a saját honlapodra, próbáld ki, hogy hogyan tudsz új honlapoldalt létrehozni, próbáld ki a törlést, majd gyere vissza, mert a videó segítség, illetve a videós honlapkészítő tanfolyam folytatódik.